faster than a speeding bullet, more powerful than a locomotive, able to leap tall buildings at a single bound, this amazing stranger from the planet Krypton, the Man of Steel, Superman! Possessing remarkable physical strength, Superman fights a never-ending battle for truth and justice, disguised as a mild-mannered newspaper reporter, Clark Kent. Az Acélember a DC kibővített univerzumának első filmje nagyon is megosztó volt a rajongók között. Vannak, akik az egekig magasztalják, és vannak, akik a porba tiporják. Na de mi most azért vagyunk, hogy áttekintsük, mennyire is ő az alapanyagához a film, illetve átrágjuk magunkat pár easter egg-en is. Kezdjük a karakterekkel. Clark Kent, illetve Kal-El. Az ő jelleme az, ami miatt sok képregény rajongó a falra mászott. Superman a képregényekben egy mindig vidám, hazaszerető szuperhős, ám a filmben egy lelki dilemmával rendelkező komolyabb változatot láthattunk. Eredete javarészt ő az alapanyagához, csak azt nem értem, hogy a természetes és a nem természetes úton születő gyermek ötletét az írók honnan vették. A film történetéhez az eredeti Superman képregényeket, az All-Star Superman, Man of Steel és Superman Birthright képregényeket vették alapul. A ruha pedig teljes egészében hasonlít az U52-ben látottakhoz, illetve sokan úgy vélik, hogy a Nicolas Cage és a Superman kalandjai féle ruhát is alapul vették. Jor-El és Lara Lor van. Ők teljesen hülyek a képregényhez, mind a ketten meghalnak, illetve pont úgy reagálják le a Krypton pusztulását, mint ahogyan azt kell. Még a segítő robotok Kellor és Clarex is ott vannak az eredeti történetben. Jonathan és Martha Kent. Nos, a legnagyobb változás náluk szintén a jelenben található. Ők a képregényekben leginkább a féle mindenben támogatjuk a gyerekünket típusú karakterek voltak, és inkább a komikusabb hang nem volt rájuk jellemző. Nem mondtak hatalmas motiváló beszédeket, hanem csak segítették a fiúkat Supermanné változtatni. Talán az is hozzátesz a komikumhoz, hogy gyakran használták az apus és anyus beceneveket. Az U52-ben nem sok mindent tudhatunk róluk, hiszen mind a ketten korán elhaláloztak. Zod tábornok. Nos, ő teljesen hű az alapanyaghoz. A tábornok, akit elítél a kriptoni tanács, majd a Phantom Zónába kerül a követőivel együtt, akik között ott van Ursa is. Talán a páncélzat az, amit az U52-ből vettek át. No de akkor térjünk rá a történetre. Kal-Elt Jor-El elküldi a kriptonról, mikor a bolygó a pusztulásán van. Ezt persze Zodék meg akarják akadályozni, sikertelenül. Zodot a szélsőséges viselkedésének köszönhetően a Phantom Zónába küldik, majd Kal-El elhagyja a bolygót. Smallville-be érkezik, ahol a Kent család tagjaként felnő, majd miután kiderül ki is ő valójában szülei bátorítására Supermanné válik. Egy kis idővel később Zod és a követői kiszabadulnak a Phantom Zónából, majd Kal-Elre kezdenek vadászni, illetve a Föld ellen indítanak háborút. Nos, ez a sztori egy tipikus képregénybeli sztori. Minden egyes rebootban előjük ezt a fajta eredet történetet, így nem csoda, hogy az írók ezt dolgozták fel. Nagyon sok mindent meghagytak az alapanyagból, ám belevontak egy kisebb filozófiai szálat is, ami miatt sok rajongó az egekig magasztalja a filmet. Persze sok kis kikacsintást is szántak a nézők felé, melyek mellett nem lehet elmenni. Először is a végső csata jelenetekben megjelenik a LexCorp és a Wayne Enterprises logói. Ekkor sokan elkezdték fejtegetni, mi is lesz a következő film témája. A Superman 2 című filmben Zod tábornok ráparancsol Supermanre, hogy térdeljen le előtte. Nos, az Acélember az egyetlen film, ahol Superman ezt kérés nélkül is megteszi. A buszos jelenetnél, ahol a pici Clark megment egy rakás kölyköt, folyamatosan szemez egy leányzóval. Sokan úgy vélik, hogy ő Lana Lang, Clark gyerekkori szerelme. Amikor Clark először van a magány erődjében, észrevesz pár mentőkabint. Egyben egy mumifikálódott holttest található, ám egy másik, amire a film nem fektet, akkor a hangsúlyt nyitva van és üres. Sokan úgy vélik, hogy ez Supergirlre utalás. Amikor Zack Snydert kérdezték róla, azt mondta, nem árul el semmit előre. Egy hír felröpent a film kivetele előtt, miszerint egy színész a régi Superman filmekből is benne lesz a filmben. Nos, sokan sok mindenkire gondoltak, csak arra nem, aki benne volt. Aaron Smolinski volt a szóban forgó karakter, aki egy katonát játszott. Nos, róla azt kell tudni, hogy a Baba Kal-Elt játszotta még annak idején a Superman című filmben, akinek a pelusáról Marlon Brando olvasta a szöveget. Az első Superman rajzfilm intrójában elhangzik az a mondat Supermanről, hogy gyorsabb, mint egy golyó, és gyorsabb, mint egy gőzmozdony. Nos, az utolsó csatában Superman kitér golyók elől, és elcsapja egy vonat. Amikor Zod először alkalmazza a hőlátását, elpusztít egy felhőkarcolót, amiben éppen tartózkodik Supermannel. Itt egy kis posztert láthatunk egy Keep Calm and Call Batman szöveggel. Jor-El tart egy kisebb beszédet Kal-Elnek, mielőtt még elküldte volna a Kryptonról.
Nos, ez a szöveg egy átírt változata az All-Star Supermanben olvasottaknak. Smallville-ben van egy Ezra's Mail Depot nevű létesítmény. Ez utalás Ezra Smallra, Smallville alapítójára. Sok ilyen kis boltnév utalás van írókra és rajzolókra, mint például az Otto's Barber Styling Otto Binderre, vagy a Cassidy Pub Paul Cassidyre. A film vége fele egy katona hölgy szexinek mondja el Supermant. Mint kiderült, a hölgyet Carol Ferrisnek hívják. A filmben egy tudós Dr. Hamilton, aki segíti hősünket, valójában létezik a képregényekben is. Ott a Star Labs egyik kutatója. Clark a filmben a Weisinger általános iskolába járt. Ez utalás Mort Weisingerre, aki a hős megjelenése után telerakta a sztorikat olyan apróságokkal, mint a sárga nap által kapott erő. Egy gyerekkori jelenetben láthattuk a Sullivan család által futtatott traktorműhely tábláját. Ez utalás Chloe Sullivanre, aki hatalmas szerepet játszott a Smallville című sorozatban. Superman nagy repülő jeleneténél láthattunk zebrákat. Nos, ez az ötlet a Superman Birth Flight képregényektől ered. Amy Adams, Lois Lane megtestesítője nem ekkor találkozott először Superman világával. Már kétszer pályázott erre a szerepre ezelőtt, persze akkor nem kapta meg. De ha ez nem elég, egy Jodie nevű lányt játszott a Smallville-ben. Egy olyan diétát folytatott, amiben szerepelt a kriptonittal fertőzött zöldségek elfogyasztása. Nos, ennyi lenne ez a kis elemző videó. Ha tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok fel és kövessetek minket Facebookon is. Legközelebb találkozunk.